ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti bracciano operai, il sole non sorge per l'est. Előre Buda is rádó, előre pesti fiúk, diákok, munkások, polgárok, felirratt a nap végre rátok. Száz éjszakát átvirasztottunk, lelkünkben él a fájdalom, azokról a dicső napokról, a magyar fiatalok hajnaláról. Isten hozott bennünket! És a Krédó együttes Kárpátaljáról! Dr. Tócsav Attila a nevem, Szekszárdi Jobbik elnöke vagyok. 4 évvel ezelőtt olyan érzésem volt, megismerre Kárpátalján, Mezővárjában a Krédó együttest, hogy ide kell ebbe a csonka-bonka, beteg, mostoha anyaországba hozni őket, mert ők azok, akiknek leginkább betartanak, és ők azok, akik leginkább kitartanak. Mert minél nagyobb a betartás, annál nagyobb a kitartás, úgy legyen. Bajtársak! Valóban, kimentek a tankok. De a tankokkal még a pesti srácok is tudták, hogy kell harcolni. De bejöttek a bankok, és nem tudjuk, hogy velük hogy kell harcolni. Ugyanúgy! A rabbi a halálos ágyán azt mondta a fiának, édes fiam, elmondom a titkot. A pénz nem boldogít. De a kamat! De a kamat! Ne vegyetek föl hitelt, mert csak azt akarják, hogy vegyetek fel hitelt, és akkor rabogák lesztek. Kimentek a tankok, bejöttek a bankok. Már nem csak a padlás söprik le, hanem viszik a házat padlásostól, pincéstől, liderestől. A Krédó együttes Kárpátalján őrt álló. Most már 70 koncerten túl vagyunk, ma Gyöngyöspatán voltunk. Ők azok, akik leginkább megélik, de egyben meg is éneklik a kisebbségi magyar sorsot. És ha nem vigyázunk, akkor mi is meg fogjuk élni, mint ahogy már sokszor megéltük. 56 után is. Meg lassan már újra a kisebbségi magyar sorsot, ittben többségi kép a hazában. Tehát miért fontos figyelni a szavukra, hogy eszméljünk? Eszméljünk, és így hallgassuk a Krédó együttest, akik Bodnár Éva felvidéki költőnő verseit, Reményik Sándor verseit, Tóth Árpád verseit, minden esetre azokét zenésítette meg Ivaskovics József, ungvári hazafi, akik megírták a kisebbségi magyar sorsot, mert ők is átélték. Akik úgy érzik, hogy ezek a dalok olyanok, amelyeket szeretnének hallgatni többször, tanulni, hogy együtt tudjuk majd énekelni, akkor annál a buszmegállónál ott lemezeket lehet kapni a koncert ideje alatt. Minden esetre számomra a szülőföld volt az a vers, amelyet belopta magát a szívembe 4 évvel ezelőtt. A Krédó. Mert benne van, hogy dacoltam a reménytelennel. Hát dacoljunk, mert néha reménytelen a életünk, de igenis. Mi is velük együtt dacoljunk a reménytelennel. Hajtó Györgyike Georgina, ő Szalókában. Fekete Zsuzsa szintén szalókai. Szabó Lívia Bereg Dédán él családjával. Varga Katica szintén ungvári, mint Józsi. És Ivaskovics József az együttes vezetője. Hallgassátok tisztelettel, nagy szeretettel a Krédó együttest
Kárpátaljáról. Kis Dénes, mai fiataloknak 1956-ra emlékezve bejöttek a bankok. Ezer éve a hív. Mert a haza nem eladó. Egy
József! 31-én, október 31-én, 4 órakor délután a MOM-ban Credo koncert! Isten velünk, viszontlátásra!